A Kodály Zoltán dalos kör repertoáriában világi és egyházi kórusművek egyaránt szerepelnek. A kórus sikeres tevékenysége szempontjából a közönség érdeklődése és a megfelelő taglétszám egyaránt fontos. Aki egy picit belekóstol a kórus éneklésbe, a kórus muzsikába, és olyan jó helyre csöppen, például a Kodály Zoltán dalos körbe, az azt gondolom, hogy remélhetőleg nem szabadul innen egy könnyen, tehát hogy megszereti, megkedveli és szívesen műveli. Ahol egy picit úgy hagyománya van a kórus éneklésnek, ott a közönség is jobban kíváncsi erre, és azért jobban bejön. Esetleg néhány családtagja is aktívan részt vesz a kórus muzsikában, és akkor szinte természetes, hogy meghallgatja a koncerteket. Az énekkar közel 30 tagjának hangja betöltötte a Városháza jó akusztikájú udvarát. A kórus munkásságával a gyermekkorában 7 évet galántán töltő névadója Kodály Zoltán örökségét is tovább viszi. Tulajdonképpen mi vagyunk az egyedüli Kodály Zoltán nevét viselő énekkar a Felvidéken, és annak idején még Kodály hozzájárult ahhoz, hogy az ő nevét viseljük. Amíg él, addig tanácsaival látott el, és hát figyelemmel kísérte a kórus működését. Az ő szellemiségét próbáljuk továbbvinni, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ebben a környezetben, a kisebbségi létben, a kisebbségi kultúrában a magyar szót, a magyar ének magyar zenén keresztül, mind a kettő anyanyelvi szinten nagyon fontos. A magyar zenei anyanyelv is, a magyar szó, kimondott szó anyanyelve. És ezt a kettőt összekapcsolva tudjuk népszerűsíteni, elmondani fontos dolgokat, amit nagyon gyakran szóval nem is annyira lehet, inkább csak zenével elmondani. De bízunk benne, hogy ez is egyfajta küldetésünk.